3-5 éven belül a hazai pénzintézetek egyik vezető középbankjává kíván válni az elsődlegesen kis- és középvállalkozások kiszolgálását megcélzó Granit Bank. A Demján Sándor érdekkörébe tartozó, 2010-ben alakult, többségi magyar tulajdonban lévő pénzintézet gyors, ügyfélközpontú kiszolgálással, fókuszált piacépítéssel kezdte meg tevékenységét. A bank első bemutatkozó sajtótájékoztatója az eddigi eredményekről, valamint a rövid és középtávú tervekről szólt. A Granit Bank, mint ahogy azt a neve is jelzi, a stabilitást és az időtálló értékteremtést szeretné képviselni a szolgáltatásaink keresztül, azt a felelősségvállalást, amivel tartozik a betéteseinek, és felelősségvállalást a hiteloldali ügyfeleink részére is. A Granit Bank egyik nagy előnye a bankok versenyében, hogy a stratégiai döntések Magyarországon megfelelő helyismerettel születnek, és az országra optimalizálódnak. Ez egy magyar bank. A magyar tulajdonú gazdaságot szeretné erősíteni és támogatni, ez pedig nálunk tipikusan a kis- és középvállalatok. Tehát itt az egész magyar gazdaságnak az a kihívás, hogy ez a kis-középvállalati szektor tud egy mértéket ugrani. A hazai bankszektor új tagjánál stabil, de nem erőltetett növekedést terveznek. Ez az építkezésnek a korszaka, hogy egy bank, egy induló bank ahhoz, hogy mondjuk break-even-en legyen, vagy átmenjen ugye a pirosból a zöldbe, ahhoz kell 2-3 év. Tehát van egy olyan minimális költsége egy bank komplett üzemmódnak, amihez el kell érni egy adott kritikus forgalmi szintet és egy eredménytermelő képességet. Ezt pedig ma senki nem várja el, se a tulajdonos, sem a piac, de 2-3 év múlva elvárja. A bank vezetői a menedzsmentben látják a piacon maradás és a fejlődés garanciáját. Elkötelezett tulajdonosi struktúrája van a banknak, aki tudja, hogy a bank növekedését megfelelő forrásokkal kell biztosítani. Nagyon jól felkészült menedzsmentje van a banknak, hozzáértő tapasztalt szakemberekkel dolgozunk, és én úgy gondolom, hogy minden esélyünk megvan arra, hogy ez a bank sikeres és profitábilis legyen. A bank mérleg főösszege közel 90%-kal növekedett 2010-ben, és az évet több mint 13 milliárd forinttal zárta. Rövid távon a mérleg főösszeg duplázásával, és azt követően is egy nem duplázásával, mert már egy méret után nehéz duplázni, de egy dinamikus növekedéssel kalkulálunk 2015-ben egy 200 milliárd körüli mérleg főösszegű bankban szeretnék dolgozni. A Granit Bank ügyfeleinek száma most még nem éri el a 200-at, 2011 végére azonban már néhány ezres ügyfélkörre számítanak. A vezérigazgató szerint az egyfiókos bank a valós ügyféligényekre koncentrálva tud működni. Jelenleg a GDP mintegy harmadát a kis- és középvállalkozások állítják elő. Ez már önmagában sem egy jelentéktelen nagyságrend, de én azt gondolom, hogy ez az arány növekedni fog. A kis- és középvállalkozások foglalkoztatják a magyar gazdaság kétharmadát. Tehát egész egyszerűen növekedési lehetőség van ebben a szektorban, és jelenleg a kis- és középvállalkozások tőkehiányosak és hiteléhesek. És hogy kiknek ajánlja Hegedűs Éva a Granit Bankot? A bankot elsősorban azoknak az ügyfeleknek ajánlom, akik fogékonyak az interneten keresztüli bankolásra, és mindenkit arra buzdítanék, aki még erre nem elég fogékony, hogy tanulja meg, mert gyors és költséghatékony. A Granit Banknál ezekért az interneten keresztüli tranzakcióknál nem számítunk föl díjat. Mindaz az ügyfél, aki a Granit Banknál nyit számlát, valóban feltételek nélkül 0 forintos díjtétel mellett veheti igénybe ezeket a szolgáltatásokat. És a KKV esetében is ugyanezeket tudom elmondani. Nem véletlenül választottuk a szlogenünknek az egyszerűen magyarul kifejezést, mert azt hisszük, hogy a pénzügyeket igenis lehet egyszerűen, átláthatóan és gyorsan intézni.